Sziasztok! A mai videóban ismét egy kicsit személyesebb témával készültem nektek. Én 2 éve kezdtem el a rehabilitációs szakmérnöki képzést, ahol építészként megtanulhatom azt, hogy hogyan tervezhetek minden szempontból akadálymentes környezetet, illetve meglévő épületeket, illetve tereket, hogyan alakíthatok át ezen szempontok mentén. A képzés keretein belül szintén lehetőségem volt megismerni a beteg vagy valamilyen fogyatékossággal élő emberek, személyeknek a jogi, orvosi és pszichológiai hátterét is, valamint vizsgáltuk az ÉP és valamilyen betegséggel vagy fogyatékossággal élő embereknek a kapcsolatát is, és mivel ez egy kicsit témába vág, ma erről szerettem volna nektek mesélni. Én kisgyerekkorom óta 1-es típusú diabéteszes vagyok, és manapság már felnőtt fejjel nem tartom magam sem fogyatékossággal élő személynek, bár egyes jogszabályok szerint egyébként az vagyok, sem pedig megváltozott munkaképességűnek, de mégsem tudtam nem észrevenni azt a párhuzamot, amit a cukorbetegek, illetve a más betegségekkel vagy fogyatékossággal élő személyek társadalmi megítélése, az emberek feléjük való viszonyulása, illetve esetleges félelmei között találtam. Éppen ezért gondoltam arra, hogy kicsit ebből a szemszögből is elemzem ezt a témát. A teljesen egészséges ÉP emberek nagyon gyakran megijednek, félnek, zavarba jönnek, szélsőséges esetben akár ungarodnak a tőlük valamilyen módon eltérő, beteg vagy fogyatékossággal élő emberektől. Cukorbetegként azt gondolom, hogy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen általában nem elsőre észrevehető, nem feltűnő, vagy legalábbis nem elsőre szembetűnő az, hogy mi valamilyen betegséggel élünk együtt. Az embereknek általában hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy észrevegyék mondjuk az inzulin pumpánkat, amit a hasnyálmirigyünk sérült funkciójának pótlására használunk, vagy az egyéb eszközöket, amit vércukormérésre használunk. Viszont, hogyha valaki több időt tölt egy diabéteszessel, akkor nyilván elkerülhetetlen az, hogy lássa vércukrot mérni, inzulin beadni, vagy esetleg rosszul lenni egy alacsony vércukorszint miatt. Ilyenkor már gyakran előfordul, hogy ezektől zavarba jönnek, és sokszor megkaptam már azt is, hogy ne előttük szúrjam magam, mert tűfóbiájuk van, vagy hogy ne legyek rosszul a jelenlétükben, hiszen ők nem tudnák, hogy mit kell velem csinálni ilyenkor. És nagyon gyakran hallom azt a mondatot is, hogy hát én ezt úristen biztos nem tudnám csinálni. Én ezt a mondatot sosem értettem, hiszen egyrészt tök elhamarkodott, másrészt meg nyilvánvalóan nem igaz. Egy ilyen helyzetben magától értetődő, hogy az ember megtanulja kezelni ezt a betegséget, megtanuljuk az életünk részévé tenni, az életünk szerves és természetes részévé tenni és együtt élni vele, hiszen ez az életben maradás feltétele számunkra. Ezeket a félelmeket nagyon sok esetben tévhitek táplálják, amelyek sokszor túlzók és sértők is. Ez fennáll ugyanúgy cukorbetegeknél, mint szerintem más beteg vagy fogyatékossággal élő emberek esetében. Nem azért lettünk cukorbetegek, mert túl sok cukorkát ettünk gyerekkorunkban, nem feltétlen fogják a mi lábunkat is levágni, mint a szomszéd nagymamájét, és nem fertőző betegség a miénk, nem kell attól félni, hogy valaki elkapja. Én azt gondolom, hogy ezek a tézisek még mindig benne vannak a köztudatban, és mivel nem kommunikálunk eleget, és valószínűleg elég jól, ezért iszonyú nehéz őket kiirtani, de én igenis azt gondolom, hogy ezen tévhiteknek az eloszlatása az elsősorban a mi küldetésünk. Az a saját tapasztalatom, hogy nagyon sokan lebecsülik a szavak erejét, illetve azt, hogy bizonyos mondataik vagy kifejezéseik milyen hatásokat, milyen érzéseket válthatnak ki más emberekből. Nyilvánvaló, hogy manapság a politikai korrektség virágkorát éljük, és tényleg most már bármilyen kisebbség, etnikum, vallási csoport meg tudja magyarázni, hogy adott esetben miért sértődik meg bizonyos szavakon vagy kifejezéseken, szimbólumokon, ezt nyilvánvalóan én is túlzásnak tartom. De a saját élményeim kapcsán mégis el tudom azt mondani, hogy tényleg vannak olyan szavak vagy kifejezések, amelyek egyszerűen zavarnak és rossz érzéseket váltanak ki belőlem. Én, és azt veszem észre, hogy a többnyire a sorstársaim is nem szeretik a cukorbeteg kifejezést. Egyrészt zavaró az, hogy benne van a beteg szó, ami tényleg képes felerősíteni
a betegségtudatot, különösen egy frissen diagnosztizált, labilisabb, a betegségét még nem elfogadó, a feldolgozási folyamat legelején járó páciens esetében. Másrészt ez tulajdonképpen a betegségnek a neve, mégis az esetünkben is főnévként használják, hogy ő egy cukorbeteg. És szerintem már hogyha egy személy szót hozzácsapunk, akkor sokkal jobb lehet ennek a csengése, ő egy cukorbeteg személy, ő egy fogyatékossággal élő személy, tehát bármilyen jelző főnév dilemmára ez talán egy kicsit megoldást jelenthet, és kevésbé teszi egyenlővé az adott embert egy betegséggel. Szerintem a mai társadalom egyik nagyon nagy hibája és hiányossága az, hogy nem tudunk mit kezdeni a tőlünk valamilyen szempontból eltérő emberekkel, nem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk hozzájuk. Nem is feltétlen csak a betegekre, vagy a fogyatékossággal élőkre gondolok, sokszor azzal sem tudunk mit kezdeni, hogyha valakinek más a bőrszíne, más a vallása, más a szexuális identitása, vagy más politikai párttal szimpatizál. Nekem az a tapasztalatom, illetve a saját élményeim, hogy amikor fényderül a diabéteszemre, akkor néhány ember tényleg nem tud vele mit kezdeni, nem tudnak utána hova jönni, zavarba jönnek ettől az információtól. Én azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben tényleg elkerülhetetlen a szegregáció, különösen, hogyha súlyosan beteg vagy fogyatékos emberekről van szó, akkor az oktatás vagy az egészségügy bizonyos területein esetenként tényleg szükség lehet. Az viszont szerintem egy hibás gondolkodásmód, és mégis azt látom, hogy ez a legjellemzőbb manapság, hogy automatikusan, utánajárás, gondolkodás nélkül abból indulunk ki, hogyha valaki beteg vagy fogyatékossággal él, akkor azt el kell különíteni az embertársaitól. Szerintem ezzel nagyon sokat árthatunk egyébként mindkét oldalnak, és legtöbbször teljesen indokolatlan, és abból fakad, hogy információ nélkül, kényelemből és elhamarkodottan döntünk nagyon sok helyzetben. Amikor végzős gimnazista voltam, akkor az egyik tanárom azért lobbizott, hogy én egyedül egy külön teremben írjam meg az érettségit a cukorbetegségem miatt, azzal érvelve, hogy ha én esetleg rosszul lennék, akkor megzavarnám a többi egészséges diákot, és miattam az egész évfolyam rosszul teljesítene az érettségin. Szerintem ez rendkívül sértő volt, és semmilyen kérdés nem tett fel előtte, semmilyen információt nem gyűjtött be, mielőtt ezt kijelentette. Nem kérdezte meg, hogy milyenek voltak akkoriban a vércukraim, hogy van-e reális esélye egy ilyen rosszul létnek. Nem kérdezte meg azt, hogy jelezze időben azt a szervezetem, hogyha közeleg egy ilyen rosszul lét, meg szoktam-e azt érezni. Ahogy az sem, hogy mi a teendő ilyenkor, hogyan kell kezelni egy ilyen rosszul létet. Tehát nem tudta azt sem, hogyha ne adj Isten tényleg leesne a cukrom dolgozatírás közben, viszont engedik, hogy egyek is igyak, amit egyébként bárki másnak lehet az érettségi közben, akkor én legtöbbször percek alatt helyrehozom magam, és általában észre sem szokták venni, hogy én éppen túl vagyok egy hipoglikémián. Hogyha kérdez és kommunikál, és nem pedig ilyen sértő és túlzó sztereotípiák alapján teremt egy ilyen konfliktus helyzetet, akkor azt gondolom, hogy mindkettőnk számára egy kicsit egyszerűbb lett volna az önmagában is elég stresszes időszak. Megoldások tekintetében több ötletem is van. Szerintem a legfontosabb az lenne, hogy már gyerekkorban elkezdjük megtanulni, hogy hogyan segíthetünk és hogyan támogathatjuk a másokat, a betegeket, a valamilyen fogyatékossággal élő embereket. Azt gondolom, hogy ahogy az iskolákban van szexuális felvilágosítás, ugyanek a témának is szerves részének kéne, hogy legyen az oktatásnak, hiszen hogyha idejekorán elkezdünk ezzel a témával foglalkozni, akkor az a későbbiekben természetes lesz, nem pedig egy tabunak számító, zavarbejtő dolog. Általánosságban elmondható, hogy olyan dolgoktól félünk, vagy idegenkedünk, vagy jövünk zavarba, amelyekről nincs elég információnk, vagy nem ismerjük őket, viszont hogyha a gyerekek már idejekorán elkezdenek ezzel foglalkozni, megismerik a beteg, illetve fogyatékossággal élő embereket, az ő igényeiket, akkor a későbbiekben természetes lesz számukra az, hogy beszélnek róla, az, hogy találkoznak velük, illetve az, hogy támogatják őket. Én több évig oktattam óvónőket, illetve pedagógusokat arra az esetre, hogyha egy cukorbeteg gyerek érkezik a csoportba, akkor mi a teendő.
Ezeken a foglalkozásokon megtanulhatták, hogy hogyan kell inzulint adagolni, vércukrot mérni, hogyan segíthetnek ezeknek a gyerekeknek, és egy-két kivételtől eltekintve mindig az volt a tapasztalatom, hogy bármennyire is rémisztőnek vagy lehetetlennek találták a foglalkozások kezdetén ezt az egész helyzetet, a nap végére már inkább azt mondták, hogy jaj, hát ez nem is akkora ördöngőség, hiszen ahogy mindent, úgy ezt is meg lehet tanulni. Szerintem iszonyú fontos az, hogy az emberek merjenek kérdezni a kerekesszékestől, a látássérültől, az autistától, a cukorbetegtől. Kérdezzék meg, hogy mik az igényeik, mik zavarják őket, mik nem, hogyan tudnak nekik segíteni, igénylik-e egyáltalán, hogy segítsenek nekik. Szerintem nagyon sokszor ezen siklik ki az egész, hogy nincs kommunikáció, vagy legalábbis nem megfelelő. Ehhez persze, hogy tényleg működjön, iszonyú nagy empátiára és türelemre van szükség mindkét fél részéről, hiszen az egészséges embernek meg kell hallgatnia, végig kell hallgatnia a betegek vagy a fogyatékossággal élőknek az igényeit, az érzéseit. A másik oldalról pedig türelemmel meg kell válaszolni az összes felmerülő kérdést, még akkor is, hogyha esetleg értelmetlennek tűnik, vagy tényleg már a könyökön jön ki az adott betegembernek egy kérdés. De azt gondolom, hogy a sikeres kommunikáció az mindkét félnek az érdeke egyértelműen. Ahogy a gyerekeknek, úgy szerintem a felnőtteknek is nagyon fontos lenne, hogy találkozzanak a lehető legtöbbet fogyatékossággal élő személyekkel, akár szervezett keretek között is, különböző rendezvényeken, foglalkozásokon. Én hiszem azt, hogy a megoldás a környezet fokozatos érzékenyítésében rejlik, illetve az, hogy kialakítsunk olyan platformokat, ahol az egészséges emberek megismerhetik a betegséggel vagy fogyatékossággal élőket, találkozhatnak velük, beszélgethetnek, megbeszélhetik, hogy milyen igényei vannak a másiknak. És nagyon fontos lenne az, hogy ne az legyen a társadalmak alapkoncepciója, hogy a valamilyen betegséggel vagy fogyatékossággal élő embereket automatikusan el kell különíteni. Szerintem az lenne a kulcs, hogy ne a különbözőségekre helyezzük a hangsúlyt, hanem az azonosságokra. Hogyha az elhangzott sztorikkal kapcsolatban van valamilyen javaslatotok, vagy van hasonló élményetek, akkor írjátok meg nekem a videó alatt, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma. Sziasztok!